Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves televíziónézők! Kosztolányi Dezső ezeket a gondolatokat fogalmazta meg a versről. A vers néma. Adj neki hangot. A vers a könyvben halott. Keltsd életre. Mi a szavalás? A vers föltámasztás a papír sírjából. Azt hiszem, nem is tudnánk jobban megfogalmazni, hogy a most színpadra álló fiatalok mennyire fontos értékeket képviselnek. Bátrak, színpadra állnak, és a magyar költészettel, a versekkel foglalkoznak. Immár 14. alkalommal lehetünk együtt a fehérvári versünnepen. A döntő során 12-en lépnek majd színpadra. A zsűri tagjait már is bemutatjuk önöknek. A zsűri elnöke a Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész, Kubik Anna. A zsűri tagjai Závodszky Noémi színművész, a Vörösmarty Színház tagja. Tornyai Gábor címzetes kanonok a Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében. Bobori Zoltán költő, író, előadó művész, a Vörösmarty Társaság elnöke. A Fehérvár Médiacentrum képviseletében Vakler Lajos, Penna Régia díjas újságíró. A 14. fehérvári versünnep fővédnökei Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. És dr. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Felkérem Székesfehérvár polgármesterét, dr. Cserpalkovics Andrást, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Főtisztelendő püspök atya, kedves hölgyeim és uraim, kedves zsűri, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt Városházánk dísztermébe, az idei versünnep döntője során találkozhatunk itt, és ez mindig nagyon megtisztelő, és nagy is a kísértés, hogy ez közel másfél évtizedről hosszan beszéljek, hogy mennyi élményt adott itt mindenkinek, nekem is, másoknak is ez a kulturális misszió, amit itt a fiatalokkal közösen évről évre elvégzünk. De miután előbb benn voltunk Mészáros Attilával náluk a pihenő szobában, és azt láttuk, hogy azért kicsit izgulnak, ezért megkímélek mindenkit a hosszú beszédtől. Csak igazán köszönetet szeretnék mondani, hogy évről évre ennek az összefogásnak az eredményeképpen itt lehetünk. Köszönöm az Egyházmegyének, hogy közösen ebben a kérdésben is partnerünk. Köszönöm a Médiacentrumnak, hogy évről évre megrendezi, megszervezi ezt a megmérettetést, a zsűrinek, akik visszatérően nagy-nagy szeretettel látják el tanáccsal a fiatalokat, és utána aztán persze nagyon nehezen hoznak sok esetben döntést, mert minden évben nagyon színvonalas a mezőny. Emberként is azt hiszem, hogy a fiatalok sokat adnak nekünk. Köszönöm a támogatóknak, a szponzoroknak, hogy évről évre segítik ennek a rendezvénynek a megszervezését. Köszöntöm azokat a fiatalokat, akik még mindig nagyon-nagyon fiatalon visszatérnek ide évről évre, és ennek a mozgalomnak jeles tagjai, mert hogy valóban talán mondhatjuk, igazi mozgalom alakult ki ebbe a közel másfél évtizedbe. Köszöntöm azokat a felkészítő tanárokat, akik évről évre segítenek nekünk ügyesebbnél ügyesebb, tehetségesebbnél tehetségesebb fiatalokkal találkozni. Köszönöm szépen a Vörösmarty Színháznak és színművészeinknek azt, hogy mentorként, adott esetben zsűritagként sok milyen módon segítik a versünnepet, és segítik a fiatalokat is. És azt hiszem, hogy ha csak itt most felsoroltam, és láthatod, hogy mennyi ember szervezet összefogása eredménye évről évre a versünnep. Mi egy dolgot tudunk igazán tenni és adni, hogy a fiatalok lehetőségként éljék meg az elődöntőt is, aztán a döntőre való fölkészülést is, utána itt a döntőt is, majd aztán a nyári verstábort, hogy aztán, amikor visszajönnek, akkor egy olyan gálával ajándékozzanak meg bennünket, ami azt mutatja, hogy mennyit fejlődtek ezekben a néhány hónapban. Magyarul ez tényleg értük történik. Ez igazán nem egy verseny, bár a végén vannak díjak, hanem egy lehetőség a fiataloknak,
de azt meg a fiataloknak nem szabad elfelejteni, hogy rengeteget kapunk tőlük. Például annak a bizonyítását évről évre, hogy igenis olvasnak, igenis szeretik a verseket, életre keltik azokat a bizonyos költeményeket, és ezen keresztül van véleményük a világról, és el is mondják azt nekünk. Erről szól a versünnep, így van ez idén is. Például előbb interjút a Média Centrum képviseletében éppen egy igazi versünnepes tarthatott nekem. Úgyhogy azt hiszem, hogy önmagában ez mindent visszaigazol, mindenkinek nagyon jó szórakozást, a fiataloknak meg sok sikert. Szóljon a taps most nekik, hajrá! Köszönjük polgármester úr gondolatait, megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük Mészáros Attila alpolgármester urat. Sok szeretettel köszöntjük Mihály Magdolnát, a székelyföldi Varga Sándor verstábor háziasszonyát, Varga Sándor özvegyét. Köszöntöm Hagymási Andrást, a főszervező Fehérvár Média Centrum ügyvezető igazgatóját. Támogatónk a Széphő ZRT képviseletében Sebestyén Györgyi gazdasági igazgatóasszonyt. Valamint a Szent István Király Múzeum főigazgatóját, Pokrovánszki Krisztiánt. És természetesen köszöntjük a Vörösmarty Színház művészeit, akik mentorként segítették a diákok felkészülését, és köszönjük Kozári Ferencnek, hogy személyesen is itt van, mint mentor. És Juhász Illés. És igen. És Juhász Illést is köszöntjük sok szeretettel. Az idei esztendőben Ballér Bianca, Kerkai Rita, Kis Diana Magdolna, Váradi Eszter Sára, Cukor Balázs, Juhász Illés, Kozári Ferenc, Trokán Péter segítette a fiatalokat. És hát természetesen nagy szeretettel köszöntjük a versenyzőket, akik már a pihenőszobában várják, hogy színpadra léphessenek. A mai nap elsőként léphet a versünnep színpadára Vagyon Réka, a Ciszterci Szent István Gimnázium diákja, a döntőre Vas Albert versével készült. Vas Albert, üzenet haza. Üzenem az otthoni hegyeknek. A csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökkévaló. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a földnek. Csak teremjen a sáska rágja is le a vetést, a vakon túrja is a gyökeret. A világ fölött őrködik a rend, s nem vész magja a nemes gabonának. De híre sem lesz egykor a csalánnak, az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek. Ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, és a vérző csonkból virradó tavaszra új erdő sarja győzedelmesen. És még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már. S a sújtókézi szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. Ha egyenlővé teszik is a földet, nemzedékek őrváltásai jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot. És az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt,
templomot. Jön ezer új kőműves kelemen ki nem hamuval, és nem embervérrel köti meg a békesség falát. De szentelt vízzel. És búza kenyérrel. És épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek. És nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy cél, és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak. Vigyázzatok, és imádkozzatok. Valahol fönt a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és a békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fönt a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint. S miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. S ki mint vetett, azonképpen aratt. Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad. Köszönjük szépen, tisztelt zsűri, a szó. Köszönjük szépen. Ha valaki ellátogat a marosvécsi kastélykertbe, akkor ezt olvashatja a sírkövön, hogy a víz szalad, a kő marad, a kő marad. Én azt gondolom, hogy a magyar költészet egyik kincse ez a vers. Korántsem véletlen, hogy Sinkovics Imrétől Szelecki Zitán át nagyon-nagyon sokan tolmácsolták már nekünk. Fantasztikus volt. Köszönöm szépen. Ugye azt tudjuk, hogy 1948-ban az emigrációban született, de örök maradt számunkra, hiszen Vas Albert örökre székely magyar maradt. Köszönöm szépen, remek volt. Jó volt hallani. Én azt írtam magamnak az első élményem, hogy veled kapcsolatban, hogy nagyon szépen és nagyon tisztán beszélsz.
Ez nagyon nagy kincs. És nagyon, nagyon jó, hogy így használod a szavaidat, a kifejezéseidet. Egy apró, nem két apró kritikát engedj meg, légy szíves. Az egyik, hogy nekem egy picit a megállások olyan furák voltak, hogy megtörte a ritmust, és úgy egy párszor már úgy voltam el, hogy most már vége van, vagy most már vége van, és még mindig nincs vége, még nincs. Direkt nem néztem emiatt a eset, így vártam, hogy a másik meg, ez tényleg egy nagyon apró dolog, és lehet, hogy a mikrofon miatt van, hogy egy picit talán lejjebb van a szádhoz képest, egy picit időnként előre dőltél, kicsit ilyen görnyetten álltál, mikor olyan szép kiállásod van, hogy erre talán érdemes figyelni. De ezek nagyon apró dolgok, viszont ami gyönyörű volt, ahogy tisztán szépen beszélsz. Úgyhogy nagyon köszönöm neked. Nem könnyű egy ilyen felfokozott hangulatú mondó versenyen elsőként fölállni a dobogóra. Nem nagyon éreztem, hogy ez zavarná. Örültem is neki, nagyon szépen kezdte a verset. De engedjék meg, hogy valamit elmondjak, egy versélményemet. A köztársasági elnöki beavató ünnepségen egy fantasztikus előadást hallottunk Kubik Annától. Gyurkovics Tibor versét, Nemzet című versét mondta, és nagyon sajnálom, hogy ha valaki itt ebben a teremben, és elsősorban én fiatalokhoz szólok, nem hallották ezt a verset. Azt hiszem, hogy így kell, és nagyon hálás vagyok művésznőnek azért, hogy ezt meghallgattam, hallhattam. És örülök, hogy részt vehetek ebben a zsűriben. Köszönjük szépen. Réka, egy pillanatra még maradj, kérlek szépen. Ki volt a mentorod? Cukor Balázs. És milyen volt a közös munka? Én élveztem, nagyon, nagyon aranyos volt mindig. Miben tudod segíteni? Mi az, ami nagyon megragad benned? Mire hívta fel nagyon a figyelmedet, hogy mire figyelj a verse kapcsolatban? Hát abban például, hogy nem kell dühösnek lennem azért, hogy a sáska vagy a vakond elrontja a termést, mert Vas Albert sem dühösen mondta, hanem reménnyel. Köszönjük szépen. Köszönöm. A következő versenyző Somos Gergő, a Teleki Blanka Gimnázium végzős diákja. Székely János, zene. Végtére elpirult, s a házak mögé bukott az őszi nap. Azafelé tartottam. Számon meggyűlt a keserű iszap. Meggyűltek arcomon az árnyak, s ajkomon az undorok. Lelkemből utáltam, hogy élek. És utáltam, hogy ember vagyok. Mert ismét üvöltött az érdek. Mert ismét szűkölt a rettenet. Mert újra jött és újra győzött a talmi az érték felett. Mert vétkeit a vétkes újra erényekké papolta át, és a talpnyaló alázat ismét hőssé hazudta önmagát. Mert újra teljesülni láttam a nagy világtörvényeket, mert újra csak valódi arcuk mutatták meg az emberek, szóval mert újra állt a bál, és velőtt tiport és csontokat. Azért gyűlöltem a világot, és utáltam emberboltomat. És akkor... Hogy is meséljem, barátaim, hogy mondjam el? Akkor váratlanul zene zendült. Zene, mely éget és emel, zene varázs és zene gyász és zene kín, zene oltalom. Súlyos, hatalmas zene árat felém egy nyitott ablakon. Zene höpögött túl a sarkon egy ablakból a gyász sötét utcára. És én már is megálltam, és némán hallgattam a zenét. Álltam, és hallgató szívembe öröm csapott és félelem. Valaki beszélt bent. A lélek anyanyelvén beszélt velem. Hozzám beszélt Sebastian Bach.
Időn és pusztuláson hát dúdolva vigaszul a Máté Passió zárókórusát. A roppant örvénylő zenét, a fúgába font ítéletet, hogy íme győzött a gyalázat, a jóság megfeszítetett. Ott állottam a keskeny utcán, a zsongó hangesőben, és ütemenként forrott ki bennem a hangtalan felismerés. Hogy kár az emberi világot utálni és szégyelleni, hiszen ember volt maga Bach is, és zenéje is emberi, és emberi a tisztaság is, és emberi az értelem. És ha mindenemből kiforgatnak, ez mégis megmarad nekem. Ennyi maradt Sebastian Bach. Enyémek a kivert nagyok. Minek beszélek én magányról, aki véletársaloghatok? Miért gyűlölném én az embert? Miért hinném, hogy reménytelen? Miért volna átkozott te fajta, ha ilyen lelkeket terem? Hosszan hallgattam az igazmondó, feloldó konokzenét, Bach szózatát, mely a bongó égen csapódott szerteszét. Aztán leszállt a lusta este, a kórus is elhallgatott. De én már könnyebben viseltem a terhet, hogy ember vagyok. A súlyos, emberi parancsot, gazok között teremni meg valamit, amit ám vigasztad valamikor. Valakinek. Köszönjük, várjuk a zsűri értékelését. Nagyon megmaradtál bennem az elődöntő óta, mert hogy te vagy a matematika tagozatos, és ezt ugye szóba hoztuk már akkor is. Annyi észrevételem lenne ahhoz képest. Lehet, hogy most a döntő izgalma, vagy hogy egy nagy teremben itt vagyunk, rengetegen, nagyobb a nézőközönség is, hogy gyönyörűen értelmezted a verset, de egy picit nekem siettél, illetve annyival jobban siettél, hogy sok mindent nem volt időm felfogni, mert már túlmentünk azokon a gondolatokon, és nem tudom, hogy a gyorsaságnak köszönhető-e, de ez biztos, hogy nem volt neked problémád az elődöntőn. Ettől egy picit zárt szájjal beszéltél. Konkrétan volt a már is megálltam, már is valahogy úgy artikuláltabban mond, hogyha vagy nem tudom, izgultál? Csak azért, mert hogy én különbséget éreztem az elődöntőhöz képest, és én ennek tudtam be, hogy talán az izgalom, mert ilyen problémák nem voltak vele, tehát nem az majd te így beszélsz, hanem most talán ez egy egyedi, hogy nyilván nehéz mondani, főleg, hogy viszonylag te is az elején vagy elkezdeni, ez nem egy könnyű feladat, hogy nyugodtan mindent tudsz, gyönyörűen beszélsz, teljesen, tökéletesen értelmezted. Ennyit, hogyha talán így hozzáfűzhetnék. Köszönöm szépen. Minden igaz, amit Noémi most itt elmondott hibaként, de gyorsan egy hatalmas piros pontot is szeretnék adni a versválasztás miatt. Egyszerűen le vagyok nyűgözve, hogy ezt a verset választottad. A matematikusoknak azt hiszem egy kicsit mindig előrébb jár az agyuk, ezért kapkodnak. Egy picit gyorsabban mondtad tényleg, mint ahogy kellett volna, de csodálatos a mondandója. Én teljesen beleszerelmesedtem, amikor elolvastam ezt a verset tegnap előtt, nem ismertem. És hát mire másra való a művészet, a költészet, hogy könnyebben viseljük azt a terhet, hogy emberek vagyunk, és ezt nagyon szépen ki is hangsúlyoztad, és rendkívül modernül értelmezted, és fogalmaztad meg az összetartozó dolgokat, és dicséret minden hangja most a tied. Egyedül tényleg az, hogy úgy érkezzék meg a versbe, hogy mindenki értsen belőle minden szót, ahhoz egy kicsit tényleg gyorsabban mondtad, de ez most egy pillanatnyi állapot volt, úgyhogy le a kalappal a versválasztásod előtt. Köszönöm szépen. Ízig-vérig 21. századi volt, és én csak egy érdekességet tennék még hozzá, amit Annától hallottunk. 7 esztendeje van annak, hogy egy kísértetiesen hasonló nevű emberfia, aki nem más, mint Somos Ákos, ezt elmondta, és tegnap a Világhálón lapozgattam, és Ákostól hallottam, úgyhogy fantasztikus volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még egy kérdéssel érik, kérlek, maradj velünk, hogy ki volt a mentorod, és milyen volt vele a közös munka? Az én mentorom Kis Diana Magdolna volt, és én nagyon élveztem a közös munkát, mert a diában egy nagyon nyitott, nagyon közvetlen és szeretetteljes embert ismertem meg.
Nagyon jó volt vele együtt dolgozni, tényleg azt éreztem, hogy nagyon egy húron pendülünk már az első pillanattól, a versmondással alkotott képünk is hasonló volt, és tényleg ajándék volt minden perce, és nagyon hálás vagyok neki a segítségéért. Akkor jó volt a csapatmunka. Abszolút, igen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A következő versmondónk Borbély Levente Miklós, a Ciszterci Szent István Gimnáziumból érkezett hozzánk, és Reményik Sándor versével készült. Reményik Sándor, Pilátus. A pörnek vége. Elvégeztetett. Véres a keresztövében a fű. A helytartóban forra néma dűs, egy gondolat tépi a másikat. Roncsőcselék! Én unlak titeket. Unom a vágyatok, a hitetek, a papjaitok ragyogó ruháját, a mellükverő messiásokat, a nap hevét ez átkos ég alatt, az agyva szókat, buja színeket, és magamat és uramat a császárt, ki bíróvá tett ilyen nép felett. Feszítsd meg! Üvöltötték a fülembe, míg unottan odalögtem nekik. Szegény bolond. Pedig csak álmodott. Csak álmodott egy létráról az égig. Csak álmodott, de ezeknél tán szebben. Már szürkül fenn a koponyák hegye. Vajon álmodik-e még a kereszten? Valamit szólt nekem az igazságról. Azután némán vérzett, ragyogott. Gunnyal kérdém, az igazság micsoda? Felelé, én vagyok. Hát kicsoda nékem ez az ember? A csőcselék morajlott, mint a tenger, és én untam. Untam amazokat, ezt is. Egy messiással több vagy kevesebb, Pilátus lelke nem lesz nehezebb, és könnyebb tán ez Isten verte föld. Untam a dolgot. Odalögtem. Vége. De jaj, vajon kire szállott a vére? Az alkony megy, az est az éj leszáll, de a helytartó nyugtot nem talál. Feszítsd meg! Üvöltötték a fülembe, s nekem nem volt elég fegyverem, nem volt elég lándzsásom odakünn, vagy üres voltán a szívem. Mit bánom én, bölcs szív üres, búsmadarak el a szívről, hess! Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe. Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát, te véreskezű szennyes csőcselék. Feszítsd meg hát a messiást. Élem, meghal-e, egy marad az átok, Isten se váltja már meg ezt a világot. Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát, vigyétek! És vitték. A kereszten holt. Ki tudja, talán, de mégis király volt. Csend most. De hallga, most az éj kopog, Pilátus pitvarában a papok. Uram, mi véled, így egyet nem értünk. Ahogy írtad, botránkozás nékünk, Rexnek, uram, csak ő mondja magát. Nem készítetted jól a Golgotát. Odafönn csendbe hallgat a kereszt. Pilátus nő, ahogy beszélni kezd. A messiástok megmenteni késtem, de négy betűt a keresztjébe véstem. E négy betű az én becsületem, hajótöröttségem utolsó roncsa. Hitetlen hitem, büszke makacságom, egy akarat az akaratlanságon. E négy betű az én becsületem, Hádészre négy betű marad.
S ha alá kéne temetnem-e várost, Rómát, az imperátort, magamat, e négy betű az én becsületem. Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan. Halljátok. Amit megírtam, megírtam. Bencsönd. De künn az éj zsoltárba kezd, s áll a zsoltáros éjben a kereszt. Köszönjük szépen, kérem szépen értékelje a zsűri a versmondást. Úgy gondolom, hogy a taps önmagáért beszélt, és remélem, hogy ezt te is érezted fent a színpadon. Egy olyan profi előadásmódot láthattunk, hallhattunk a kedves nézőkkel együtt, amitől én személy szerint le vagyok nyűgözve, és nagyon szeretettel gratulálok neked. Egyszerűen olyan atmoszférát teremtettél itt, annyira véreddé vált a vers, egyé váltál vele. Ne arra, hogy meg kell kérdeznem, ki volt a mentorod? Baler Bianca. Meg fogom dicsérni. Tényleg, személy szerint találkozom vele este, mert annyira egymásra találtatok ti így hárman, te, Bianca és a vers, mert érződik az ő munkája benne, én nagyon érzem, hogy... Én csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, lenyűgöző volt, gratulálok. Köszönöm szépen. És a tavalyi verstábor. Hozzá kell tennem, hogy szerintem minden egyes napot fölidéztél abból a tavalyi verstáborból, mindent betartottál, mindent. Ezért is volt lenyűgöző számomra is. Ha egy nagyon-nagyon pici kis kritikát, de nem is inkább kritikát, hanem egy pici segítséget még adhatnék hozzá, én az elején jobban leplezném az unalom mögött lévő idegességet. Tehát az csak később jön elő, hogy ez az unalom igencsak látszólagos. Bocsánat, ennyit közbevethetek, hogy ez ma nekem is eszembe jutott zuhanyzás közben, mielőtt idejöttem. De úgy gondoltam, hogy már kicsit késő ez. Nem, sosincs késő. Egy verset nagyon sokszor elmondunk, és te ezt a verset még gyönyörűen el fogod nagyon sokszor mondani, csak mindig gondolj rá akkor, picit előbb, mint a zuhany. Vagy korábban zuhanyolsz. Így van. Esetében mondta a művésznő, hogy nagyon jó választás volt, és nagyon jól megoldotta a versmondó. Most én tulajdonképpen ezt szeretném megismételni, hogy Reményik Sándor egyik legnagyobb, legszebb versét választottad, ami nem egy könnyen előadható vers. Különösen tetszett nekem a vége. Van a Reményiknek egy Béke című verse, ami arról szól, hogy a béke itt kezdődik bent, bent csönd, béke Isten hozott. Amikor befejezted a verset, én bennem ez a béke élt. Nos, rövid leszek. Én szeretném megköszönni viszont a Fehér Holló Diák Színpad vezetőjének, Ferenci Noéminek, hiszen ő az, aki a Ciszterci Szent István gimnázium diákjait olyan szintre hozta, és közéjük tartozott te is, és nem csak mint színművész, diák színész, hanem mint rendező is, hiszen volt alkalmunk gyakorta találkozni. Ami pedig a verset illeti, ha valaki a Házsongárdi temetőbe kimegy, és Reményik Sándor sírjánál az a felirat van, hogy egy lángot adok, ápold, add tovább. Nos, te továbbadtad nekünk, és ezt köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Elhangzott, hogy Baller Bianca volt a mentorod. Milyen volt közös munka Biancával? Én most már kicsit közelebb állok, mert azért álltam hátra, hogy mindig mondta az Anna, hogy irgalmatlan, jó, hangos, és egy kicsit. Én nagyon-nagyon szerettem vele dolgozni. Egyrészt nagyon közvetlen embernek ismertem meg, és nagyon tetszett a koncepciója. Tehát ugye én ugyanezt a verset hoztam az elődöntőre is. Azért, aki hallotta mind a kettőt, az látja, hogy van
van különbség a kettő között. Ő koncepcionálisan nagyon szépen és nekem nagyon tetszően átalakította ezt. És mi volt az a tanács, amivel útra indította a mai napra? Mi volt az, amire azt mondta, hogy ezt mindenképpen kérlek fogadd meg, vagy segíteni fog a versmondásban? Hát, húha. És gondolom sok minden. Nem, most az jutott eszembe, hogy azt beszéltük utoljára, hogy amint lemegyek a színpadról, írjak neki. Akkor ezt légy szíves, tedd meg. Igazság szerint az volt az utolsó, hogy mindent, amit beszéltünk, tarts be, és akkor király lesz. És úgy érzed, hogy sikerült? Fogjuk rá. Jó, köszönöm szépen. Következő versmondónk Tóth Marietta Júlia, a Ciszterci Szent István Gimnázium diákja. Sík Sándor, ember. Embernek lenni. Csak embernek, semmi egyébnek. De annak egésznek, épnek. Föld szülte földnek, és Isten lehet-e szépnek. Lerázom magamról a port, amit a századok ajka rám lehelt. Ledobom a palástot, amit a hivatal rám tekert, és az apostol köntösét is szétnyitom, melyet szent újak fűztek össze vállamon. Nézzétek! Itt vagyok. Lepletlenül, akár egy fiatal fűz a márciusi szélben, amit a földanya megformált a mélyben, amint elgondolt az Isten az öröktől való billanatában, fogantatásom titokzatos pillanatában. Én, ember, egy a millióból. Ne várjatok én tőlem prédikációt és okoskodást és ódát, ne várjatok. Én azt beszélem, ami vagyok. Apró vagyok, és nincsen bennem semmi jó, és mégis a gondolat, amely tagjaimat összetartja, öröktől való. Nyomorult vagyok. Nincs magamtól semmi, ami több lenne a pornál, és mégis úgy akarta az, aki formált, ami vagyok. Örökké való. Semmi vagyok. Egy milliómod. De minden. Mert mindnyájatok. Nézzétek, ezek az erek milyen kékek. Akár a ti eretek. És piros bennük, és meleg a vér, mint bennetek. Nézzétek ezt a szájat. Kenyérre és csókra és szóra született, mint a tietek. Ez a két szem nézni és nevetni szeret, és látni tanult, és sírni szokott, mint a ti szemetek. És álmélkodik reggeltől estig, mint ti, és Plátó, és a kisgyerekek. Halljátok a szívem, hogy pihek. Hallgassátok, és megértitek, hiszen ő is, mint a ti szívetek, 9 hónapon át pihegett egy édesanyának szíve megett, és visszatér, mint ti is visszatértek a földbe, amelyből vétetett. És ez a lélek, érzitek-e, hogy lüktetés ölel a lelketek felé? Ó, nézzetek belé! Magát mutatja. Egyet mutat. De ebben az egyben a ti arcotokat. Tükör módjára tükrözi hűn. Benne az erény, és benne a bűn. És minden érzés benne van, ami csak bennetek megfogam. S kimerhetetlen mélyébe lempieg a mindennapi rejtelem. A közös végtelen.
Köszönjük, várjuk a zsűri értékelését. Nekem nagyon tetszett a versválasztásod, teljesen magával ragadott engem. Az elején egy icipicit megijedtem, mert halk vagy, és van egy ilyen nagyon furcsa visszafogottságod, de egyszerűen, ahogy így engedtem, hogy ez történjen, annyira különleges volt a te kis világodban, a te nézőpontodból ezzel a kis visszafogott hanggal hallgatni ezt a verset, hogy én utána ezt elfelejtettem, és abszolút értettem mindent, tehát hogy nem úgy volt halk, hogy nem hallottam volna. Teljesen magadévá tetted, és annyira megdobogtatta nekem is, itt lüktetett a vér az ereimben, és annyira átéreztem a csókot, a kenyeret, a mindent. Én nekem nagyon tetszett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most is kénytelen vagyok mindenben egyetérteni veled, és nagyon örülök ennek, hogy ugyanazt gondoljuk. Tudod, miért ijedtél meg az elején? Amiért én is, hogy egy kicsit, egy halványabban, de picit szentimentálisabb volt az eleje, mint amit szabadott volna. És annyira örültem, hogy a második részben, a vers második részében viszont megérkeztél ehhez az okossághoz, szerénységhez és alázathoz, amivel a Sík Sándor ezt a verset megírta. Nagyon kell ezzel vigyázni, mert pont az ellenkező jelhatást éred el, hogyha ez a szentimentalizmus egy picit több. Mi nők hajlamosak vagyunk erre, legyünk őszinték, de éppen ezért egy ilyen okos lánynak meg erre nagyon kell figyelni. Úgyhogy ezt tartsd szem előtt, és a második része kiváló volt, egészen kiváló volt, személyes volt, szép volt, és én is megdicsérem a versválasztást. Köszönöm szépen. Azt írja, hogy most is szeretném elgondolkoztatni a hallgatókat, verset mondok, egy cél van előttem, hogy átadjak valamit. Sikerült az egyéniségét, ennek a versnek a csodálatos hangulatát. Úgyhogy nyugodjon meg, elgondolkodtunk én legalábbis, és köszönöm a versmondását. Köszönöm, mielőtt még elengednélek, áruld el, hogy ki volt a mentorod. Cukor Balázs. Milyen volt vele a közös munka? Egyébként nekem nagyon tetszett. Én ezt a verset már mikor kiválasztottam, tudtam, hogy nagyjából hogy szeretném mondani, mert nagyon közel állt hozzám az első pillanattól. És nagyon jó volt a közös munka, hiszen nem szólt bele, mert tudta, látta, hogy közel áll hozzám, és tényleg azokat a kis lehelletnyi segítségeket nyújtott, amire szükségem volt. Szóval nagyon jó volt. Köszönjük szépen, és köszönöm, gratulálunk. Szépen. Tóth Zsombor Ákos a következő versmondónk, a Vasvári Pál gimnáziumból és Szabó Lőrinc versével készült. Szabó Lőrinc, májusi orgonaszag. Az orgona kezdte. Szinte csobbant, amikor a kertben megcsapott. Fűszere gázként gyűlt a roppant éj tavába, a völgybe. Ahogy nyomta a párás ég, nehéz volt, mint sűrű zene, mint sűrű méz. De mint tündér meglepetés lengett körül, mint álmodott hang, vagy holdfényfátylas csillagok. Mert tündér volt. Igazán az. Úgy ébredt, mint alvó agyban a túlvilág. Vagy halk izzása a testi kének, amit hajnalban szít a vágy. Az kezdte. Az orgona. A mai. De félszáz tűnt május hozta vele. Jászmin, rózsa, s akác özöne ringatta vele. Lidérc, kísértet, a rég s a nemrég illatát.
Káprázva álltam a kapum előtt, és ópiumittas szellemek kaszaboltak, mint zene a levegőt. És ahogy a fény az üveget. Csókolva. Belül. Sejmesen, mint amikor mélyen a mesztelen szív alján zsong a szerelem. S lobbanni gyűjtenek új erőt, és csendülni a lankadt idegek. A rácsnak dőltem, az édes égig tágulva, nyílva, ahogy soha még. És ittam az orgona ízt. A régit. Az újat. A zenénél zenébb mérget! Emlékek és tavaszok szeszét. És amit a jelen adott. A visszatért nagy pillanatot, mely a betegen ím újra végig borzongta az élet gyönyörét. 5 napja. 5 éjjel az orgona kesztes, azóta csupa fölszakadt sajgás vagyok. Álom és csupas enge sóvárgás. Néma indulat, csak hangot követel. Éneket. Zengőt. Emberit. Édeset. Mintha enélkül. Így fenyeget. Nyomban halnék szét az egekben, ahogy a májusi orgonaszag. Köszönjük szépen. Mert az élet egy színpad, és én egy bohóc vagyok. Ezt írtad magadról. Ezért jelentkeztél a versünnepre. Én azon gondolkodtam, hogy hol van ez a bohóc. Mert hogy azt hiszem, hogy ez a Szabó, számomra ez a Szabó Lőrinc vers, ez egy sokkal játékosabb vers. Ez egy tavaszi orgona. Megéreztem az orgona illatát, fuha, és bepörögtem tőle. És nem egy ilyen, azt éreztem rajtad, hogy ilyen nagyon, nagyon nagy drámát csináltál az orgona illatból. Ami szerintem, szóval én azt írtam, hogy picit, mintha ilyen túljátszott volna. Nagyon, időnként nagyon mély sóhajt voltak, aztán nagyon kirobbantál, ilyen nagyon szélsőségesek voltak, és hogyha ha bohóc vagy, akkor inkább játsz. Én erre bíztatlak, mert szerintem ez a vers megengedni nem ilyen mértékű túljátszott játékot, de egy ilyen tavaszi játékosságot. Bennem így ez van. Hogyha ez egy előadás lett volna, és nem figyelem a szöveget, hogy az orgonáról szól a vers, akkor a Csongor és Tünde Mirigye voltál nekem. Személy szerint szöveg nélkül. Ezt éreztem. Egy verset nem kell ennyire eljátszani, és ezek aláhúztam, de most felesleges, majd megbeszéljük külön, ez a méz. Nem tudom, mint alvó agyban, azt nem is értettem, vágy. Tehát nekem túl sok volt a rózsánál is, vagy a jázminnál, vagy nem tudom, hogy így elhúztad a magánhangzókat. Én lehet, hogy nem játszanám el ezt ennyire, és nem húznám. Ez nekem inkább egy színpadi előadás részlet volt, hogyha elvonatkoztatok a versnek a szövegétől. És így a kettő nekem így összekeveredett. Ennyit szerettem volna mondani még hozzáfűzve Gáborhoz. Mert egyébként gyönyörű a vers. Én is úgy éreztem, hogy néha indiferens indulatok kerekedtek felül benned, és hogy nagyon vigyázz rá, hogy szavakat nem szabad játszani. Magát a gondolatot kell a versben elmondani, és szavakat sosem szabad se színpadon, színdarabban, se versmondásban a szavakat nem szabad eljátszani, mert a szavak azok jelentik önmagukat, és a nézőnek arra kell gondolni, anélkül is, hogy mi a jelentése, hogy eljátszanánk csak a szavakat, úgyhogy erre vigyázni kell. Köszönjük szépen. Ki volt a mentorod? Juhász Illés. Juhász Illés itt van körünkben.
Milyen volt a közös munka, illetve mire hívta fel nagyon a figyelmedet, hogy mire figyelj a versmondás közben? Ő is a játékosságot hangsúlyozta, és nagyon-nagyon élveztem vele a munkát, és csak jókat hallottam róla már mindenkitől, aki valaha dolgozott vele, és aki hallott bárkiről, aki vele dolgozott, és nem csalódtam ebben. És mi volt az a tanács, vagy az az intelem, amire azt gondolod, hogy fontos lesz majd a továbbiakban? Akár az életedben, akár a versmondásban? Nem intelemnek mondanám. Volt egy pont, amikor elég rossz paszban voltam, és úgy kezdtük a felkészülést, hogy egy 30 percet meditáltunk, és ezt felidézem, és beleiktattam a napjaimba is, hogy egy kicsit így elcsendesedjek lelkileg, igen, és ezt tovább viszem magammal. Köszönjük szépen. Köszönöm. Következik Szabó Ábel, a Ciszterci gimnázium diákja. József Attila, a Dunánál. A rakodópart alsó kövén ültem. Néztem, hogy úszik el a dinnyehely. Alig hallottam sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mint a szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vet, ás. Úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. És mint édesanyám, ringatott, mesélt, s mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű örök eső módra hult szintelenül, mi tarka volt, a múlt. A Duna csak folyt, és mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen, és nevetgéltek a habok felém. Az idő árján úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, amit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek. Tették, ami kell. S ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk. Ők fogják ceruzámat, s én érzem őket, és emlékezem. Anyám kun volt. Apám félig székely, félig román. Vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel. Apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt, ez az elmúlás. Ebből vagyok. Meglást, ha majd nem leszünk. Megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős, ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál. Mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik. Apám s anyámmá válok boldogon, s apám anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé, így szaporodom. A világ vagyok. Minden, ami volt, van. A sok nemzedék, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőci és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog-e szívben, melye múltnak már adós a szelíd jövővel. Mai magyarok.
Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen, s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, melyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. S rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk. És nem is kevés. Ábelnek köszönjük a versmondást. Gábor atya? Bennem így az a kérdés, hogy miért választottad ezt a verset, vagy hogy szólított meg téged ez a vers? Nem riporter vagyok, csak inkább kérdésként. Nagyon sokat jelent számomra a Duna, mint összekötő erő. Aha. Illetve nagyon érdekes benne, hogy látom, hogy ott van, és tudom, hogy már több ezer éve ott van. Aha. De közben, amit látok, az egy perce teljesen más volt. Aha. Mert a hullámok... Hát oké. Köszönöm. Csak azt ajánlanám neked, hogy vidd el ezt a verset magaddal, és ülj ki a Dunapartra. Elmentem. Kiültem a József Attila szobor. Ültél már? Így a Dunaparton? A mentorom elküldött, igen, nagy. És megnéztem. Annyira jó vagyok, hogy ilyeneket mondok neked. Tök jó. Ki a mentorod? Kerkai Rita. A Rita, igen. Nagyon jó. Szóval akkor örülök, hogy a Rita is kiküldött. Szerintem üljél ki még. És, de most komolyan, tehát nem trollkodásban mondom, csak az, hogy üljél ki, és most úgy ülj ki esetleg ezzel a verssel, lehet, hogy majd ő is mondta ilyeneket neked, hogy engedd, hogy ne csak a Dunát nézd, hanem hogy mintha te írnád ezt a verset ott a Dunaparton. Még picit csak azért mondom, mert azt éreztem rajtad, hogy nagyon jól elmondtad ezt a verset. Tehát megtanultad a verset. Nekem csak annyi hiányzott, hogy nem éreztem azt, hogy ott ülök veled a Dunaparton. Hogy nem... innen mondtad a verset, hanem innen mondtad a verset. Valahogy így, hogy így a fejedből szépen megtanultad, elmondtad, átadtad a gondolatokat, de valami úgy a szívből hiányzott nekem, amit úgy nem tudom, hogy József Attila ott a Dunaparton ülve írta ezt a verset, és csak fölidézett egy élményt, és leírta, ebben én nem vagyok otthon, de hogy nekem valami ilyesmi hiányzott ebből, ahogy idehoztad. Csak ezt akartam mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves Ábel, és most a többi versmondóhoz is szólnék. Idáig a magyar irodalom legszebb verseiből kaptunk egy gyönyörű válogatást. Szinte egy antológia szerű gyönyörű válogatás. Remélem, hogy így lesz a továbbiakban is. Nagyon nehéz feladat a Dunánál című verset elmondani. Tudod, nagyon sokan megtették ezt, kiváló színészek, előadó művészek. Én köszönöm a bátorságodat és a teljesítményedet. Köszönöm szépen. De ugye tudod, mire gondolt az atya, egy kicsit virágnyelven fogalmazott. Igen. De valójában ez a meditáció, ez hangban is meg kell jelenjen. Csak arról van szó, mert egyébként nagyon kulturált volt, és minden sorát értetted, úgy éreztem is, és remekül mondasz verset. Csak annyi hiányzott, hogy ha minden hangsúlyos, akkor semmi sem. Érted? Tehát az a meditatív csobogás... Az nem ugyanazt a hangerőt, nem ugyanazt a... Tehát semmi, ezen kell csak változtatni, mert egyébként szép lesz, hogyha ezt betartod, hogy ne mindent hangsúlyoz, mert akkor elmegy a dolog, a csobogás elmegy, tovább megy. Nagyon okos volt a válaszod, amit Gábor atyának mondtál a kérdésére. Köszönöm szépen. Milyen volt a közös munka Ritával, még azért azt áruld el? Nagyon jó volt, nagyon sok közös élményt szereztem vele, mint például, amikor szerintem az benne is volt a két napja a versünnepes videóba, amikor lufit dobáltunk, hogy kicsit fejlesztük a memóriámat, és a ritmusos kiejtésemet,
illetve a szobor is, és még nagyon sok más. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen. Borbély Bálint István lesz a következő versmondónk, a Szent Imre Gimnázium általános iskola és óvoda 10. osztályos diákja, Babits Mihály versét hozta el. Babits Mihály, mi atyánk? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világot. A te neved megszenteltessék, a te legszebb neved békesség. Jöjjön el a te országod. Véres a földünk, háború van. Kezed sújtását sejtjük, Uram, s mondjuk, de nyögve, szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben. Legyen meg a te akaratod, mint angyalok mondják mennyekben. Előtted, Uram, a hon java, s hulljon a lomb, csak éljen a fa. De vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondod, nem lenge az utolsó fürtön is áldva, miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is? Megráztál. Nem lehet szörnyebben. Már most, ami fánkon megmaradt, őrizd meg őszig a bús gajat. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére. Ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik meg, értük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek. A gaz tied, büntetni. Miénk csak az, hogy védelmezzük a mieinket. És ne vigy a kísértésbe minket. Hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul. Megvívunk készen bármi csatát. De szabadíts meg a gonosztul, mert tiéd az ország, kezedbe tette le sorsát, s te vagy a legnagyobb erősség. Ki neveden buzdul, bármennyit küzd és vérez, előbb vagy utóbb övé lesz a hatalom és a dicsőség. Köszönjük, tisztelt zsűri, a szó. Bálint, nem tudom, hogy érzed-e, de valószínűleg érzed versmondás közben, vagy versmondás után, nagyon sokat fejlődtél, rengeteget. És ez a ima, Babits Mi atyánk című verse, ez egy igazi, őszinte imádság volt, úgyhogy én gratulálok hozzá. Köszönöm. Összesúgtunk az előbb itt Annával. Egyszer már előfordult így a mai versünnepen, hogy ez szóba került, de szeretném neked is elmondani, hogy picit figyelj arra, kérlek, hogy a vers közepén, most már nem tudom pontosan idézni, ott főleg
minden szó hangsúlyos volt. Ettől egy nagyon-nagyon fura ritmusa lett, ettől elveszítem a gondolatiságát, így, hogy minden ritmizálva van. Magát a gondolatot kell hangsúlyozni, és nem a külön szavakat, hogyha erre még odafigyelnél a legközelebbiekben. Köszönöm. Ami viszont tetszett legalábbis számomra, hogy nagyon szépen formáltad a szavakat. Tehát lehetett a betűket jól érteni. Úgyhogy ez meg mindenképp erősségedként hozom ide, hogy jó, hogy így tudsz beszélni, a többi meg lehet fejlődni. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ki volt a mentorod? Váradi Eszter Sára. Váradi Eszter Sára. Milyen volt a közös munka Eszter Sárával? Szerintem nagyon jó volt, és nagyon könnyen megtaláltuk a közös hangot. És mi volt, ami számodra nagyon jó volt ebben a közös munkában? Hát ezt így nehéz megfogalmazni, úgy az egész. Tehát az egész. Igen. És mennyit tudtatok együtt dolgozni? Sokszor találkoztatok? Igen. És szerinted sikerült úgy elmondani, ahogy Eszter Sára ezt javasolta neked? Szerintem én viszonylag igen. Igen. Ja. Köszönjük szépen. Köszönöm. Következő versenyzőnk Szabó Gergő. Szent Imrés diák. József Attila, levegőt. Ki tiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen lancsőtétség szállott, mint bársonypermeteg, s lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek, fürkészve. Körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott. A hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakvóan, vadkácsa riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki, érti, e táj oly elhagyott. És én váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem. Kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktákba írják, miről álmodoztam. S azt is ki érti meg? És nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak. Anyám ott született. Az eleveljog fájáról lehultak, mint itt elevelek. És ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, és elpollik. Szétpereg. Én nem így képzeltem el a rendet. Lelkem nem így honos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, aki alattomos, sem népet, amely rettek, hogyha választ. S szemét lesütve fontol sanda választ, és vidul, ha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet. Pedig hát, engemet sokszor nem is tudtam, hogy miért vertek, mint apró gyermeket ki, ugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam. Messze anyám, rokonom van. Ezek idegenek. Felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál, de jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok, s nem oly becses az írhám, hogy érett fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel. Emberek, nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk még vágyat éllel. Nem kartoték adat. Jöjj el, szabadság!
te szűj nekem rendet. Jó szóval oktasd, játszani is engedd. Szép, komoly fiadat. Köszönjük. Noémi? Jó, nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálok. Lenyűgöző volt számomra, és azt tetszett benne a legjobban, hogy olyan természetes volt, és most már elmondtam, ne haragudj. Annyira természetes voltál, és volt egy olyan mondat, hogy belsőből vezérel, és onnan azt éreztem, hogy neked is ez egy belőled jön, tehát most összecsengett itt a két gondolat, hogy annyira magadévá tetted az egész vers gondolatiságát, hogy ettől olyan lenyűgöző volt, és még egyszer aláhúzom, vagy háromszor azt, hogy és ezt olyan természetesen mondtad el, olyan simán, áramlóan. Gratulálok. Mielőtt Lajos megszólal, gyorsan én is mondom. Én azt írtam, tehát Noémi elvette előttem a mikrofont, mert ő akart előbb mondani. Én azt írtam, mintha ő írta volna valóságos. Ezt írtam a versmondásodra, hogy mintha te írtad volna ezt, és nekem abszolút valóságos, és hogy nagyon érdekes volt így hallgatni egy fiatal embertől ezt a verset ma, mikor ez most már sok-sok évtizeddel ezelőtt íródott. És no, szóval érdekes volt. Sok-sok mindent elindított bennem, hogy milyen izgalmas volt, amit itt akkor ott József Attila gondolt, és hogy ma egy fiatal ember elmondja ezt a verset a mai világban, és hogy mit hallani ki belőle, vagy hogyan lehet ezt hallani. Úgyhogy nagyon köszönöm neked, hogy ezt így idehoztad. Nos, kedves Gergő, ez ugye kötelező volt számodra, hogy ezt a verset úgy mondd, ahogy tetted, annál is inkább, hiszen József Attila születésnapján születtél. Isten éltessen mindkettőtöket, a költészet napját, és mindazt. Én azt gondolom, hogy Nárai Szabó Líviának is szeretnénk megköszönni, hiszen ismerjük őt, nagyon is jól tudjuk, hogy példátlan segítséget nyújt a versmondóknak is, és ez így van rendjén. Látszólag szemtelen, de ahogy az imént hallottuk, minden pillanata igaz volt, minden egyet sorodnak. Köszönöm szépen. Nekem borsózott a hátam konkrétan, annyira nagy hatással volt rám, ahogy mondtad, mert éreztem mögötte a személyes mondani valót, hogy ezt a versetet nem csak úgy elmondod, mert most van egy versmondó verseny és vers ünnep, hanem azért, mert valami nagyon erősen kikívánkozott belőled valamilyen mondani való, és ezt meg is tudtad fogalmazni. Nagyon nagy hatású volt, és én is szeretnék hozzá gratulálni. Fényéveket fejlődtél tavaly óta, és ezt olyan akkora öröm nézni, hogy bepárásodik a szemem tőle. Köszönöm szépen. Amikor elkezdted a verset, én akkor már éreztem, hogy egy kiváló versmondást fogunk hallani. Nagyon szép, tanítani valóan szép volt, ahogy indítottál. De így négy szem közt azért hadd mondjam el, hogy volt egy-két szöveghiba. Akkor evezzünk könnyedebb vizekre, ki volt a mentorod? Nekem Baller Bianca. És milyen volt vele a közös munka? Én kifejezetten élveztem, mert tényleg nagyon ilyen közvetlen kapcsolatba kerülhettem vele. És nagyon bevett az ő munkájába, tehát nem az volt, hogy csak ő megmondta, hogy mondjam, és én ugye el is mondtam, hanem kikérte a véleményemet róla, és így ketten összeraktuk ezt a versmondást. Mi volt a jó tanács, amivel útnak indított? Igazából csak annyit mondott, hogy tényleg ez a, hogy éljen bele magam, és hogy legyen az enyém a vers. Köszönjük szépen, szerintem szép munkát értél el vele. Magony Péter lesz a következő versmondónk, a Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola 9-es diákja, Csokonai Vitéz Mihály versével készült. Csokonai Vitéz Mihály. Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz. Drága kincsem,
galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted, halok, érted, élek, 100 leányért nem cserélek, megvidító orcácskádat, csókra termett kerekszádat, ha számon szoríthatom, Zsuzsiét nem csókolgatom. Ó, hogy kótok a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a vál, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy ám, mint a mancié. Vagy amúgy megmondám kié. Szép a hajad, szép szála is, ha kis csikó hordozta is, nem akasztott emberhaja, mint a trézi rőt vuklia. Édes a te danolásod, jérce forma kotyogásod, kicskotyod innepi ének, búszívemnek szegénykének. Ha bánatim közlöm véled, egy szódra lelkem megéled. Ha jó kedvem csucsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár laggaszt, nékem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, beóhajtlak, besiratlak, s ha képed a kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, már soha meg nem esküdtünk, az éjjel is csak megint sem, együtt hálunk, ugye kicsem. Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, és ott ülnének hosszú sorral a kuckóban, tele porral. Bárcsak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülni. Apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna. Az ő bőre úgyis csikó. Beleférne 4-5 akó. De jaj, engem ide tova. Elvisz a Szent Mihály lova. Szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk le előre a tort. Ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még itt egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak szemfedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom, érted, adom ezt is tubám. Csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek. Testet tegyék hol testemhez, és ezt az írást a fejemhez. Utas, köszönj rám egy pinbort. Itt látsz nyugodni egy jámbort. Kedves élete párjával, csikóbőrös kulacsával. Köszönjük szépen. Bocsánat, Keller Janival szemeztem. És ugyanúgy mosolyogtunk, mint szerintem ebben a teremben mindenki. És hát ezt köszönjük neked. Azért a versünnepen igenis szükséges és helyes, hogy ilyen versek is megjelennek. És gratulálok. Igen, még valaki a zsűriből szeretne véleményt formálni? Kicsit azért vagyunk zavarban szerintem, mert ugye mi biztattunk arra, hogy majd egy könnyedebb verset válasz, mert egy hihetetlen figura vagy, ezt mindannyian érezzük és látjuk és tudjuk. Itt most szerintem egy picit kárára ment a nagy hév és a nagy előadókészség, az érthetőség
kárára egy kicsit vigyáznod kellett volna, mert a túl nagy artikuláció és a túl nagy hév egy kicsit elvitt afele, hogy nem mindent értettünk pontosan. Erre nagyon kell vigyázni, de lehet, hogy az is oka, hogy túl közel voltál a mikrofonhoz, és akkor sokszor bedübbent. Szóval erre nagyon kell vigyáznod, de hát szédületes figura vagy, ez tagadhatatlan, és jól is áll neked az előadó művészet. Egy picit visszavennék a színjátszásból, inkább a vers mondás felé, de tudom, hogy ez nehézséget okoz, úgyhogy most még nem biztatlak rá, majd egy-két év múlva. Köszönjük szépen. Ki volt a mentorod? Kozári Ferenc. Valami azt súgja nekem, hogy szerintem nagyon vidám perceket töltöttetek el együtt. Feri, meg tudod erősíteni ezt a közös munka kapcsán? Mi az, amit Feri tanácsolt neked a mai napra? Mi az, amit fogadj meg mindenki? Hát, gondolom sok mindent, de mi a legfőbb sok dolog? Sok mindent felét nem jegyeztem meg, úgy őszintén. Köszönöm a választ. Szóval, hát igazából ő a vetítést javasolta, ez azt jelenti, hogy így szépen így előre nézek. Igen. És megjelenítem ugye az, hát ugye a csikóbőrös kulacsot. Igen. Az én hátteremben megy egy animáció. Nem igazán sikerült. Én egyet szeretnék, hogy rossz kedvem lesz, hadd hívjalak fel, és gyere be a Vörös Marti Színházba. Kicsit vidíts fel, majd kérlek szépen. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. És most visszakomolyodok. Következő versenyzőnk Szűcs Boglárka, a Szent Imre Gimnázium diákja. Szécsi Margit, mi vagyunk a jégvirágikrek. Látod, csillagzó, ékes sebekben tündököl a kocsi út. Jéglemezeken képmásod retten, olyan szép, olyan fiatal, nem is illik-e korhoz. Tündér ezüstött cinkeszárny füleid fölött círmosan hordoz. Édesem, édesem a hideg pirosra csipked. Pirosan őriz, mint napos ablakban a jégvirág ikret. Dúdolva, dalolva beporoz a hófúvás. Lerázod. Elmégy dúdolva, dalolva, s én súgom. Mindig ilyen légy. Mert toroznak majd fölöttünk a romlás hajnalai, s oly űzöttek leszünk mi, nem is lehet azt elmondani. Csillogón a hóban, hószínű lágy nappalokban, páfrányosan hajló jégvirággá bomladoztam. Kezem, lábom jég lett. Meg se vádolhatna senki, hogy valami tiltott álmot vágynék felkeresni. A télben, a zord ölű hóban valami rejtelmes erőfelkorbácsoló van. Előle nem lehet megmenekedni. Ilyenkor kell leginkább szeretni, csókokat vetni. Fagyott madártól, ágyukén dúrogó fáktól a szellem csöndje megdördül halálos ijedelemben. Bizony zokogva élünk, de élünk. Boldog iramra akár te ragadj, dübörgő szamba, ó szamba! Válj bíbor csókká élet az én ínyemben, jöjjetek évek, miket még nem ízleltem. Dörmögő lángok, falon árnyék kis nyulak, piríts ki engem tűz, sugárzó indulat. Ha kés, ha koporsó, havas útra tétetett, te küzdj meg értünk, Isten lángú képzelet.
Boginak köszönjük a versmondást, várjuk az értékelést. Hát valószínűleg csak ismételni tudom önmagamat. Egyrészt kiváló a versválasztás. Szabó Magdának egy, Széchy Margitnak egy viszonylag háttérbe szorult, kicsit elfeledett, de gyönyörű egyik legszebb versét hallottuk, és nagyon szép, okos előadásban, nagyon szépen beszél, úgyhogy még van egy éve, ugye a kettő, nagyon sok sikert kívánok hozzá. Én igazából a jelzőszerkezetekre figyeltem, a magyar nyelv varázsára, jelképekre, soha nem hallott mozaik szavakra, hiszen Széchy Margit arról is híres volt, hogy a férjéhez, társához, Nagy Lászlóhoz hasonlóan fantasztikus dolgokat a magyar nyelven úgy egészített ki, hogy az most már szép lassan nem csak a versében, de átment a köztudatba. És ezt most mind megkaptuk tőled, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Pont lelőtted, hogy meg akartam kérdezni, hogy tudja-e, hogy, kihez, kivel pár, és kit emlegeti sűrűn a versben a költőnő. Én is pont tegnap csodálkoztam rá, egy Pünkösdőlő című versét találtam meg Széchy Margitnak, és elbűvölt, hogy milyen nagy költőnő volt, és hogy milyen jó, hogy ezt a verset választottad. Te találtad meg, vagy ajánlották? Ajánlották. Ajánlották, és neked igen. Valamiért megtetszett, pedig ez egy nagyon érett, tehát egy idősebb embert, nőt feltételez, aki ilyen hangon és ilyen tudományossággal írja meg ezt a kapcsolatot, de örülök neki, hogy ezzel birkóztál meg. Szép volt. Köszönjük szépen. Köszönjük az értékelést. Ki volt a mentorod, és milyen volt vele a közös munka? Juhász Illés volt a mentorom, és én nagyon szerettem vele a közös munkát, mert szerintem nagyon közvetlen volt, és hát sok jó tanácsot mondott, amivel ki tudtam egészíteni, hogy hogyan adjam ki jobban magamat. És például? Hát nem tudom, így a hangsúlyozásra, meg mondott különböző érzéseket, hogy hogyan adjam ki, nem tudom, ilyesmiket. Mi volt az utolsó tanács, amivel ma a színpadra engedett? Hát, hogy merjek, és merjem kimutatni az érzéseimet, és hogy legyek bátor. Köszönjük szépen. Schneider Zaj Ákos érkezik ide a versmondók közül a fehérvári versünnep színpadára. A Vasvári Pál gimnáziumból érkezett, Kányádi Sándor versét hozta. Kányádi Sándor, nyerges tető. Csíkországban, hol az erdők zöldebbek talán, mint máshol, ahol ezüsthangú rigók énekelnek a nagy fákon, s hol a fenyők olyan mélyen kapaszkodnak a vén földbe, kitépni vihar sem tudja másképpen, csak ketté törve, van ott a sok nagy hegy között egy szelíden, szépen hajló, mint egy nyereg, kit viselne mesebeli óriás ló, úgy is hívják, nyerges tető. Egyik kengyelvas a kászon, a másik meg, az innenső, itt csillogna csíkkozmáson. Nem csak szép, de híres hely is. Fönn a tetőn, a nyeregben, ott zöldelnek a fenyőfák egész csíkban, a legszebben. Ott teresztik legmélyebbre gyökerüket a véntörzsek. Nem mozdulnak a viharban, inkább szálig ketté törnek. Évszázados az az erdő, áll azóta rendületlen. Szabadságharcosok vére lüktet lenne a gyökerekben. Mert temető ez az erdő, és kopjafa minden szálfa. Itt esett el Gál Sándornak száznál is több katonája. Véres harc volt. A patak is vértől áradt azon reggel. Támadt a cár és a császár hatalmas nagy hadsereggel. De a védők nem rettentek. Alig voltak, ha 200-an. Álltak, mint a fenyők a harc rettentő vadviharában. Végül csellel, árulással délre körülvették őket. Meg nem adta magát a székhely.
mint a szálfák, ketté törtek. Elámult az ellenség is ekkora bátorság láttán. Zászlót hajtva temette el a hősöket a hegy hátán. Úgy haltak meg a székelyek mindegy szálig olyan bátran, mint az a görög 300 Termopüle szorosában. Nem tud róluk a nagyvilág. Hőstettükről nem beszélnek. Hírjük nem őrzi legenda, dicsőítő harci ének. Csak a sírjukon nőtt fenyők, fönn a tetőn a nyerekben. És azért zöld el az az erdő, egész Csíkban a legszebben. Köszönjük szépen. Bekarikáztam a bemutatkozásodban egy szót. Azt írtad magadról, hogy a tanulás mellett próbálok figyelmet fordítani az előadó művészet több ágára is, mint a színjátszás, versírás és a olvasás, a zene, a dalszöveg írás, bűvészet. És vártam, hogy ez hogyan fog megjelenni. Én azt köszönöm neked, hogy bűvészkedsz, mert most engem legalábbis elvarázsoltál. Úgyhogy nagyon köszönöm neked, hogy ezt a verset úgy hoztad ide, vagy azt élhettem meg veled kapcsolatban, főleg az elején még, amikor bemutattad azt a tájat, akkor ott voltam és láttam az erdőt, és úgy ott lehettem veled, ezt nagyon köszönöm neked, és hogy utána ezt a történelmi megemlékezést ide hoztad, mert hát erről ugyanúgy vagyok én is szerintem, mint hogy Kányádi Sándor ezt megírta, hogy hát erről senki nem tud, és én sem, és most valószínűleg utána fogok nézni, hogy mi is történt ott abban az erdőben, vagy azon a, abban a csatában, vagy harcban, úgyhogy nagyon köszönöm neked, és leginkább azt, hogy azt éltem meg, hogy ezt nem csak felmondtad, hanem valahol, mintha te fogalmaztad volna meg, vagy hoztad volna ideje nekünk. Én ezt éltem meg, úgyhogy köszönöm neked. Én is köszönöm. Az ő bűvészetének szerintem a titka az az, hogy ő magában belül ezt látta, és ezért tudta láttatni velünk, mert én abszolút éreztem azt, ahogy ez ott van a lelki szemeid előtt, és tű pontosan látod azt, amit mondasz, és ettől mi is láttuk. Nos, azt hiszem, nagyon sokan vagyunk itt, a verstáborosok, mondjuk legközelebb a Megyeri Zoli ül hozzám, akik, amikor föllátogatunk Nyerges tetőre megemlékezni esztendőről esztendőre, akkor egy semmihez sem hasonlító gondolatfüzér jön a lelkünkből. És hát most ezt megkaptuk tőled, hiszen Kányádi Sándor is ízik, vérik, székely, és nem csak a versei székelyek, hanem ő maga is az volt. És ugye ő mondta, hogy addig vagyunk magyarok, amíg magyarul beszélünk, gondolkodunk, és azt hiszem, hogy ez a gondolkodásmód, ami ezt a verset megismertette veled, üdvözlendő, és köszönöm szépen. Én is köszönöm. Én is azt írtam fel magamnak, hogy felértél ehhez a vershez, mert itt többnyire mindig a vers több, mint ahogy előadják, és most én azt éreztem, hogy nagyon szép személyes volt a vers, és hogy minden manír nélkül érted el ezt a nagy hatást vele. Nem tettél bele semmi művit, és öröm, amit Gábor atya is megemlített, hogy az elején nem vetítetted már előre a tragédiát, hanem vidáman kezdted a tájleírással, és fokozatosan mentél bele ebbe az iszonyatos tragédiába, ami miatt minden alkalommal, ahányszor csak ott vagyunk, sírunk. Mert ott nem lehet más tenni Nyerges tetőn, csak sírni, amikor meghallja az ember ezeknek a szálfáknak a történetét, akkor ez olyan emberi példa, és most úgy éreztem, hogy te ott voltál minden alkalommal velünk, és ez nagyon szép volt. Köszönöm. Ami engem meggyőzött arról, hogy ez saját gondolataidat mondod el, és élményeidet közled ezzel a verssel, az az, hogy gondolatokat hangsúlyoztál, és nem estél abba a hibába, ami előfordul néha-néha, hogy szavakat hangsúlyozunk. Őszinte szívvel gratulálok. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ki volt a mentorod? Trokán Péter színművész úr. Trokán Péter. Én azt láttam rajtad, párszor összefutottunk a Vörösmarty Színház bejáratán, hogyha emlékszel rá, és mindig az fogalmazódott meg bennem, hogy egyrészt a szerénység,
az alázat, illetve még egy fontos dolgot vettem észre, hogy mintha repültél volna ki a színházból. Azt szeretném megkérdezni, hogy miben segített neked Péter ebben a repülésben, mert valahogy máshogy mentél be a színházba, és másképp jöttél ki, és valahogy azt éreztem, hogy a lelked repül, a gondolataid repülnek. Tokán Péter színművész úr egy teljesen új szint hozott a versmondásom és a vers felfogásom világába, és ezt nagyon köszönöm innen utólag is neki, mert amit adott nekem ezzel a néhány órával, amíg beszéltünk a versről, amíg segített nekem, azt egyszerűen még nem nőttem fel ahhoz eléggé az a gondolat, az, hogy ezt fel tudjam fogni, hogy tényleg mekkora, a felfogásomban mekkora lépés, amit most adott nekem. Úgy érzem, hogy most már valahogy egy fokkal közelebb áll hozzám. Egy pici fokkal, de az nagyon erős fok, amit érzek. Akkor jól érzékeltem, ugye, amit elmondtam, igen, hogy jellemeztem. Igen, ez tényleg nehéz így elmondani. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, a 12. versmondó érkezik a színpadra, aki nem más, mint Bódizs Boróka Ajsa, a Vasvári Pál Gimnázium diákja. Szabó Lőrinc, az áprilisi rügyekhez. Nem láttalak egy hétig, kis rügyek. És közben milyen nagyra nőttetek? Hüvegnyire kilombosodtatok, és ezer könnyű és friss fodrotok halványzöld lángként reptesi körül a gallyakat, és táncol, és örül. De szépek vagytok, tavaszi rügyek. De bátrak vagytok. Nem kérdezitek, mi vár rátok. Ha itt az ideje, mint barna földből a rétfüve, a barna ágból kicsaptok ti is. Akármilyen hideg az április. Bölcsek vagytok ti, szárnybontó rügyek. Bölcsebbek, mint én. Egészségesek. Egy hónapja nem láttuk a napot, mégis hittetek és kibújtatok. Hajtott a szent önzés, küzdöttetek. Győzni akartatok, és győztetek. Győztetek, hívőrügyek s levelek. Irigyelhetem erényeteket. Bolond idő járt rám is. Április. Hosszú, naptalan, de én a komisz tavaszban, mely oly zord és fénytelen, hitetlen voltam és reménytelen. Az voltam, fáradt, gyáva és beteg, utáltam már az egész életet, s ez kellett, ez a büszke változás. Szemeimben ez a csodálkozás, ez kellett, hogy megváltsam magamat, és megérthessem példátokat. Hős példátokat, parányi rügyek. Egy hét alatt, de nagyra nőttetek. Zöld zászlaitok felrepültek a bokrok, fák és hegyek csúcsaira, s hiába ez a gyilkos április. Reményt hirdettek. Reményt. Nekem is. Köszönjük, várjuk a zsűri értékelését. Én úgy érzem, hogy méltó módon fejeztük be a mai versünnepet ezzel a verssel és az előadásoddal. Én nagyon sok szeretettel gratulálok neked, szeretem, és a szívemnek nagyon kedves, főleg így, hogy egymás után ennyire sok alázatot, tisztaságot látunk, érzünk a versen keresztül a lényetekből áradni. Ez számomra csodálatos és lenyűgöző. Gratulálok.
Én is köszönöm mindnyájunk nevében, így a végén. És azért is, mert ezt a verset valamikor én láttam, mégpedig azt hiszem, még nagyon sokan emlékezünk rá, hogy 4 esztendeje a koronavírus járvány idején ugye elmaradt a döntő, és akkor Török Lauráék és a csapat az összes döntős együtt elmondta. Azt hiszem, hogy az egy remek csapat volt, az is egy remek csapat volt, és biztos vagyok benne, hogy neked ott a helyet köztük. Köszönöm szépen. Tényleg nem fejeződhetett volna be szebben ez a döntő, ugyanis ez a vers, ez a feltétlen hitet híreli, és a természettel, a természetből veszi a példát, a feltétlen hitnek a legszebb kifejeződése, és benned ez a rajongás, ez tiszta volt és szép volt ez iránt, a feltétlen hit iránt. Picit még az SS hangokon kell. Igen, ezt mondtad a verstáborban. Kicsit kell még javítgatni, de ez nem vont le a versmondásod értékéből, csak tudjad, hogy ezen dolgozni kell. Igen. Elhangzott ugyan már az este folyamán a köszönet, de én szeretném most még egyszer megköszönni a fölkészítőknek, hogy ilyen ragyogó produkciókhoz segítették a fiatalokat. Köszönjük, elárulod a mentorod nevét? Kozári Ferenc. Milyen volt a Ferivel a közös munka? Nagyon jó volt, mert abszolút nagyon lelkes volt, szóval szerintem legalább annyira szerette ezt a verset, mint én. És ő több opcióval érkeztem hozzá, és ő választotta, úgyhogy a közös vállalás, közös munka volt. Milyen jó tanácsokat adott neked? Nagyon sok tanácsot adott, és az az érdekes, hogy egy apróság maradt meg belőle, hogy egyszer azt mondta, hogy úgy beszéljek a rügyekhez, mintha egy osztályfőnök lennék. És ez nekem azért segített nagyon sokat, mert a rügyeket nekem mindig az őszinte gyermeki tisztaságra tudtam én lefordítani a rügyeket, mert az közel áll hozzám, azt nagyon tudom csodálni. És igazából onnantól, hogy azt mondta, onnantól azt a büszkeséget, meg a csodálatot, onnantól megtaláltam, hogy milyen hangon kell ezt továbbadni. Úgyhogy ez apróság volt, a legelső próbán hangzott el, de megjegyeztem. Köszönjük szépen, hogy megajándékoztál minket ezzel. Én is köszönöm, hogy itt láttam. Engedjék meg, hogy színpadra szólítsuk a 12 döntőst. Borbé Bálint István. Borbé Levente Miklós. Bódis Boróka Ajsa. Magun Péter. Schneider Zajákos. Somos Gergő. Szabó Ábel. Szabó Gergő. Szűcs Boglárka. Tóth Marietta Júlia. Tóth Zsombor Ákos. Vagyon Réka. Felkérem rendezvényünk fővédnökét, Spányi Antal megyés püspököt, hogy ossza meg velünk gondolatait a tehetséggondozó programról és a mai napról. Kedves versmondók, polgármester úr, tisztelt zsűri, hölgyeim és uraim! Mindenképpen megmarad erről a mai délutánról lelkemben a versmondások alatt megtapasztalt csönd. Az a csönd, amelyet szinte tapintani lehetett, amely megérintette az ember szívét és a lelkét. Szükségünk van erre a csöndre, mert ez a csend most bennünket fölemelt, gyógyított, bátorított. Ez a csend bennünket emberségünkben szilárdított és indított tovább.
hiszen túl sok a sötétségben a félelem, a bizonytalanság, a rettegés ebben a világban. A hírek csak erről szólnak, meg arról, hogy egymás ellen vagyunk, egymás ellen küzdködünk, eszünkben sincs már keresni, miben értetünk egyet, eszünkben sincs már keresni, mi az, ami közösen emel bennünket. A vers, Istennek ez a sajátos ajándék az embernek, egy különleges gyógyszer, amely képes szívet és lelket gyógyítani. Hiszem, hogy ezekben a ma megtapasztalt csöndekben, ebben az Istentől kapott gyógyításban volt részünk, lehetett részünk, a kellőleg érzékeny, az odafigyelni tudó, a lényeget megtapasztalni kész ember biztosan így járt. Köszönjük a versmondóknak, köszönjük a mentoroknak, köszönjük az ünnepség, a versenysorozat megszervezésének, megszervezőinek azt, hogy ennek részese lehetünk. Adja jó Isten, hogy ami sajátos ajándékunk lett ezen az estén, ezen a délutánon, ezt vigyük magunkkal. És ezt nem is tudjuk átadni, de a gyógyult lélekkel tudunk emberi kapcsolatokat megélni, tudunk így szavakat formálni, tudunk így békés érzelmekkel egymás felé fordulni. Legyen a versmondókon, a verseken, a verset szeretőkön, a verseket olvasókon, mindannyiunkon a jó Istennek az áldása. Köszönöm szépen. Köszönjük Püspök atya ünnepi gondolatait. Felkérem Kubik Annát, a zsűri elnökét, hogy mondja el a tapasztalatait a mai napról. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és az első szó megint a háláé és a köszöneté. Szeretném megköszönni újból a városnak, a Püspök atyának, a médiacentrumnak, hogy és olyan sok embernek a munkája ez a mai verseny, hogy mindenképpen ez az első, a hála és a köszönet. Sose feledkezzetek el róla. Ebben a teremben ül most egy tanárnéni ősiből, az általános iskolából, akinek én a mai napig hálás vagyok. Úgyhogy titeket is erre biztatlak, hogy sose felejtsétek el azt, amit ebben a korban kaptok tanároktól, felkészítőktől, a színművészektől, a színház színművészeitől, hogy erre mindig emlékezzetek, mert olyan nagy hatással van egész életetekre, amit most még ugyan szerintem nem tudtok megfogalmazni, de hát mindenképpen tartsátok szem előtt. A másik, amiről akartam beszélni, hogy a vers az a szeretet nyelve. Erről beszélt a Püspök atya is az imént. És Gyurkovics Tibor írta azt a szép mondatot a versről, hogy soha nem írt gyűlöletből vagy közönyből verset. Mindig szeretetből írt. És úgy gondolom, hogy mindannyian ma ezt adtátok át a közönségnek, és ezt fogjátok majd, mint előadó művészek, átadni a közönségeteknek, és ezt tartsátok mindig szem előtt, hogy ti fáklyaként a közönség előtt jártok, és ezekkel a művekkel pedig elégedettek lehetünk, amiket választottatok ma, csodálatos versek jöttek elő belőletek, és mindegyik vers épített, és a lelkünket feltöltötte, és ez szintén nagyon fontos. Hittel, szeretettel, megfogalmazhatatlan dolgokkal. Nagyon fontos a vers, higgyétek el. Még mindig nem a legdivatosabb műfaj, és én ezért egy kicsit mindig neheztelek erre a korra, de nektek tudnotok kell, hogy olyan műfajt műveltek, ami lélekemelő, és kell, igenis kell, ebben a történelmi korszakban leginkább kell. A verseny az átlagon felüli színvonalú volt, ezt mindannyiótoknak mondom, nem volt általános közízlés alatti, hogy ilyen finoman fogalmazzam, versmondás. Mindannyian egy biztos szép színvonalat ütöttetek meg, versválasztásban, versmondásban, szép beszédben. Kívánom, hogy ez maradjon is mindig így. El fogjuk majd mondani megint a helyezéseket, és ma is kötelezően elmondom azt, hogy ez egy mai eredmény,
mindannyian gyönyörűen mondtátok, és lélekből és szívből, úgyhogy szeretettel gratulálok mindannyiótoknak. Köszönjük szépen! Kérem, hogy Mihály Magdolna fáradjon a színpadra, és adja át a döntősöknek, a 14. fehérvári versünnep döntőseinek a székelyföldi Varga Sándor verstáborba szóló meghívó levelet. Köszönöm szépen. Egy pár mondatot én is hagy szóljak. Az előttem szólókhoz csatlakozva valóban csak a hála és a köszönet, amit érzünk mindannyian. Nagyon hálás vagyok Székesfehérvár önkormányzatának, hogy több mint 10 éve megszervezi ezt a gyönyörű ünnepet, a magyar kultúra, a magyar nyelv, a irodalom ünnepét, melyet még annak idején a Varga Sándor elhunyt férjem egyik ötlete alapján indította el a város, illetve a médiacentrum. Nagyon hálás vagyok, hogy azóta is anyagi eszközökkel is segítik ezt a verstábort, hogy meg tudjuk szervezni évről évre. Azt gondolom, hogy itt tényleg jó sokan ülnek a teremben is, akik csodálatos élményekkel gazdagodva nőttek ki a táborból. És mai napig szoros kapcsolatban vagyunk így egymással. Mint egy verstáboros család, ugye ezt szoktuk mondani. Továbbá nagyon hálás vagyok a fiataloknak, és valóban ebben az évben nagyon-nagyon magas számú volt az indulók száma, és azt érzem megint, mint amit annak idején így mindig mondtunk, hogy menő verset mondani, és igen, azt hiszem, hogy megint menő lett verset mondani, és ez nagyon... hogy mondjam, jövőbe mutató. Azt gondolom, hogy a fiataljainkban láthatjuk a jövőt. Hálás vagyok nektek, fiatalok, hogy itt vagytok, és ilyen sokan, és ilyen magas színvonalon. Bár én laikus vagyok, azt kell, hogy mondjam, de csodálatos perceket éltem meg, és élhettem meg itt most, illetve az elődöntő során. És még azért vagyok nagyon hálás, hogy nem a zsűri tagjai között kellett ülnöm, hanem csak ezt a tábori meghívót kell átadnom, és hogy az én részem talán a legjobb, hogy 10 napot együtt tölthetek itt a fiatalokkal, nem csak velük, hanem Kárpát-medence teljes területéről jönnek mindig a verset, az irodalmat szerető fiatalok. És szoktuk mondani, hogy hidat építünk magyar és magyar között, és az a híd egyre erősebb, egyre nagyobb, és hát itt a mai napon a jelenlevő 12 fiatal is ennek a hídnak a nagyon fontos részei, elemei, építőkövei lesznek. Úgyhogy én köszönöm szépen, és nagy szeretettel akkor átadom mindannyiótoknak a tábori meghívót a 12. székelyföldi Varga Sándor verstáborba. Köszönjük szépen! Felkérem a Széphő ZRT képviseletében Sebestyén Györgyi gazdasági igazgatóasszonyt, hogy adja át a Széphő ZRT külön díját, amit az EFOT ajánlott fel, páros bérlet. A díjat kapja Bódis Boróka Ajsa. A fehérvári versünnep egyik külön díját hagyományosan a szervező Fehérvár Média Centrum ajánlja fel és ítéli oda a szerkesztőség munkatársai által kiválasztott versenyzőnek.
A 2022-ben elhunyt író, kultúra szervező és meccénás emléke előtt tisztelegve a külön díjat Lukácsi József emlékdíjnak nevezte el a Médiacentrum. Ezt az elismerést egy évvel ezelőtt, tehát így neveztük el. Köszöntöm Lukácsi József özvegyét a helyszínen, dr. Őri Évát, és felkérem, hogy Hagymási Andrással együtt adják át a Médiacentrum külön díját. És aki a díjat kapja, Vagyon Réka. Az EFOT felajánlásában egy páros bérlet, valamint könyvutalvány. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, elérkeztünk talán az egyik legizgalmasabb pillanathoz, amikor is kiderül, hogy ki lett a harmadik helyezett a mai napon. Tehát a 14. fehérvári versünnep harmadik helyezettje 2024-ben nem más, mint Schneider Zajákos. Felkérem Pokrovenszki Krisztiánt, a Szent István Király Múzeum főigazgatóját, hogy adja át a díjat a harmadik helyezettnek. Ákos, kérlek, lépj előre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a 14. fehérvári versünnep második helyezettje a zsűri értékelése alapján nem más, mint Szabó Gergő. Felkérem Spány Antal megyés püspököt, hogy a székesfehérvári egyházmegye képviseletében adja át a második helyezettnek járó díjat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor kiderül, hogy ki nyerte meg a mai versenyt, de mielőtt elmondanám a nevét, szeretném elmondani, hogy mit kap. A fődíj egy e-olvasó, amit a város ajánlott fel, aki átadja a nyertesnek, az nem más, mint Kubik Anna, a zsűri elnöke, és Székesfehérvár polgármestere dr. Cserpalkovics András. Hölgyeim és Uraim, aki ma megnyerte a 14. fehérvári versünnepet, az nem más, mint Borbé Levente Miklós. Szeretettel gratulálunk minden versenyzőnek, és most Hölgyeim és Uraim, felkérném a Fehérvár Média Centrum ügyvezetőjét, Hagymási Andrást, hogy zárszóval búcsúzzunk el a 14. fehérvári versünneptől. Kedves vendégek, kedves televíziónézők, kedves versenyzők, szervezőként, a Fehérvár Média Centrum munkatársaiként évek óta nagy örömmel és várakozással tekintünk az év első hónapjaira, amikor elkezdődik a fehérvári versünnepre való felkészülés. Komoly munka ez, szerencsére nem hagytak minket magunkra sem a város részéről, sem egyéb szervezetek részéről, hiszen egy ekkora rendezvényt megszervezni, összehozni, minden apróságot elrendezni, az igen összetett munka. Ezért nekem nem marad más feladatom, mint megköszönni mindazoknak, akik ennek a versenynek a létrejöttében a Fehérvár Média Centrum segítségére vannak. Ez a verseny a város
önkormányzata versenye, tehetségkutató versenye, ezért meg kell köszönnünk Székesfehérvár önkormányzata, polgármester úr, alpolgármester úr és minden munkatársuk segítségét. Ugyancsak köszönet illeti a Székesfehérvári Egyházmegyét, püspökatyát, Gábor atyát, aki a zsűriben vállal feladatokat, és az Egyházmegye intézményét, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házat, ahol az elődöntőt rendeztük, nélküle és Jakubek Tibor igazgatóasszony nélkül nem lenne fehérvári versünye. Ugyanígy köszönet illeti azokat az intézményeket, cégeket, akik a munkánkat segítik. Köszönöm Pokromeszki Krisztián igazgató úrnak és a Szent István Király Múzeum munkatársainak a támogatást, ahogy a Széphő ZRT-nek is, hogy szponzorként immár évek óta mellettünk vannak, és köszönöm Sebestyén György igazgatóasszonynak, hogy itt volt velünk a döntőben, és átadta a Széphő ZRT külön díját. Nagy köszönet illeti a zsűri tagjait, hiszen évek óta számíthatunk az ő munkájukra, és olyan megtiszteltetésben lehet részünk immár 14. alkalommal, hogy Kubik Anna művésznő minden évben vállalja azt, hogy a zsűri elnöke legyen, nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy évről évre találkozhatunk vele. Ugyanígy köszönet illeti Závodszky Noémit, a Vörösmarty Színház művésznőjét, aki a legkedvesebb és legüdébb színfoltja talán a zsűrinek. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk évek óta, és számíthatunk a munkádra és az értékelésedre. Ugyancsak köszönet illeti az Egyházmegye részéről jelenlévő Tornyai Gábor atyát, köszönjük szépen Gábor atyának a részvételt, ahogy Bobori Zoltánt, a Vörösmarty Társaság elnökét sem tudjuk nélkülözni évről évre. Zoli, nagyon szépen köszönjük, megtiszteltetés veled lenni minden évben a zsűri munkája során. És kedves kollégámat, Vakler Lajost is a köszönet illeti, hiszen nélküle nem csak Fehérvár Médiacentrum vagy a városi sajtó nem létezne, de a fehérvári versünnep is szegényebb lenne nélküle. Köszönet illeti mindazokat a kollégáimat, akik ebben a munkában, a szervezésben részt vennek. Közülük többeket itt is láthatunk, hiszen vagy a kamera mögött, vagy a fényképezőgép mögött is őket látják. De köszönet illeti azokat is, akik nincsenek a színpadon, nincsenek a reflektorfényben, hanem a háttérből segítik a munkát. Én úgy gondolom, hogy mindenki, aki ebben a munkában, szervezésben, előkészítésben részt vesz, megérdemel egy tapsot valamennyi. A végére hagytam, de nem véletlenül azokat, akik mögöttem a színpadon láthatók, és akik a reflektorfényben voltak. Engedjék meg, hogy megköszönjem Látrányi Viktória és Keller János munkáját, hiszen nélkülük nincs versünnep, és úgy érzem, hogy évről évre bizonyítják, hogy az ő párosoknak itt a helye a színpadon. Szintén köszönet illeti mind a 12 versenyzőt, hiszen azért mégiscsak ők ennek a versenynek, ennek a rendezvénynek az igazi főszereplői. Hálásak lehetünk mindannyiuknak. Úgy érzem, hogy az idei verseny annyiból különleges volt, hogy az elődöntő során, bár nagyon szép és nagyon színvonalas verseket hallhattunk, és kiváló előadásokat, de ilyen óriási minőségi ugrást, mint amit az idén tapasztalhattunk a versmondásban, nagyon régen nem emlékszem, hogy láttunk volna. Gratulálok én is valamennyiuknak. És ha még rabolhatom pár percre az idejüket, és igénybe vehetem a türelmüket, akkor engedjék meg, hogy egy apró ajándékkal köszönjem meg mindazoknak a munkáját, akikről itt az előbb szó volt. Elsőként kérem, hogy a zsűri tagjai jöjjenek ide, Kubik Anna, Závodszky Noémi, Bobori Zoltán, Tornyai Gábor atya és Vakler Lajos.
Látrányi Viktóriának szeretném megköszönni a műsor vezetésében nyújtott segítségét. Köszönöm szépen, hogy vállalta ezt a feladatot ismét. De hogy Bonis és Clyde nélkül vagy fordítva, Keller János sem hagyhatjuk ajándék nélkül és köszönet nélkül. János, nagyon szépen köszönöm. A 14. fehérvári versünnep döntőjét látták. Egy év múlva a 15-re kerülő sor. Várunk mindenkit szeretettel egy év múlva. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.